Sziasztok! Sziasztok! Ismertek olyan embert, aki mindig mindenbe belőti a fejét, az orrát? Ezt húzzuk csak vissza. Tudod, mennyi kárt okozol ezzel? Hát így van, ugye, rossz lesz a testtartás, de milyen problémákat okoz egészen pontosan? Ezt az előre tolt fejtartás tipikusan a fejbiccentőizmunk rövidülése, vagy fájdalma, berevsége okoz, túl sokat tartjuk így a fejünket, akkor előbb-utóbb fejfájás fog okozni, állkapott csizület, előre-hátra fog csúszni, és nem fog jól zárni. És rosszul fogunk rágni, akkor érted? Így van, és előbb-utóbb fogászhoz is fogunk kerülni, de biztos, hogy nálunk is landolni fogtok, mert nyakfájás, derékfájást is okozhat ennek az izomnak a rövidülése. Mit lehet tenni, hogy ezt megszüntessük, hogy javítsunk ezen az állapoton? Ha még nincs nagy baj, akkor otthon is ki tudjuk lazítani. Fogjuk két oldalról, innen a fültől, csonttól ered, és egészen ideig kitapinthatjuk a kulcsontunkon. Itt nagyon könnyen megtalálható is ideig. Igen, nagyon sok mindenkinek elég kiemelkedő ez az izomzat, és fogod, és két oldalról ugyanazt a csiptetős technikát, amit már alkalmaztunk, hüvelykúj, mutatói, végig csipkedjük ezt az izomot, és megint megkeressük a fájdalmas részeket ebbe az izommal, és ott összehasonlítjuk, hogy melyik oldal feszesebb, nekem a jobb oldal, neked a ti. Mind a kettő. És mi a másik gyakorlat? A másik pedig, igen, vannak ilyen kis golyóink, labdáink, amikkel úgy szintén végig lehet hengerezni, és ki lehet használni. Csak az izmon felületesen. Tehát vigyázzunk a nyirokcsomókra, az erekre, azért itt nagyon sok minden fut felszínen, és óvatosan, de ezt fogod érezni, hogy ez egy fájdalmas terület. Jó? Rendben. Valamint a hátsó szakaszt, ezt a előre tolt fejtartást ellensúlyozva erősíteni. Ugyan. A hátsó nyakizmokat megfogod, lehetőleg egy ilyen rugalmas ellenállást használva, és mint egy asztalfiókot behúzod az álladat, és vissza kiengeded. Lehetőleg csak középig, és onnan húzod be. Ez nagyon jó ellensúlyozza ezt a rövidülést. Nagyon jól esik, nagyon érzem, hogy jót teszek vele, és hát bizony minden ilyen mozdulat, hiszen ahogy öregszünk, mindent így elől végzünk, és ebben az irányban öregszünk, úgyhogy ezek a mozdulatok kifejezetten hasznosak. Ha nincs gumiszálam, akkor mit javasolsz? Tarkóra teszed a kezed, és abba bele. Ez már kevésbé jó, mint mondjuk egy gumiszálam, de nem mondjuk föl, megoldjuk valahogy. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!